Sziasztok, Ádám vagyok, a Mobilix TV-t nézitek, és itt egymás mellett a VTEC X-TAB 70, illetve az X-TAB 70i. Ahogy láthatjátok, ugyanígy az X-TAB 70-esen az Android 2.3 fut, még a i végezetű modellen már ugye az újabb 4.03, tehát az már Ice Cream Sandwich alapú. A két készülék közt az operációs rendszeren kívül elsősorban a processzor, ami másabb, hiszen ugye ARM Logic mind a két típus, azonban a X-TAB 70 még 65 nanométeres, ugye itt, még a X-TAB 70-ben már 45 nanométer, ami elsősorban fogyasztásban jelentkezik különbségképpen, tehát elvileg az új modell tovább bírja üzemidővel. Azonban megnézzük, hogy a két processzor közt, illetve a szoftver közt benchmarkban milyen különbségek vannak. Erre a Quadrantot fogjuk elindítani. Itt talán látható némileg a videón az, hogy a két készülék ugye 1 GHz-en megy, illetve ami különbség itt a X-TAB 70i alacsonyabb frekvenciára is képes, ennek a minimum órajele 100 MHz, még az X-TAB 70-nek 200 MHz. A többi paraméter az nagyjából megegyezik. És akkor elindítjuk itt a benchmarkot, megpróbálom egyszerre. Ugye itt először a processzor folyamatait fogja vizsgálni 8 különböző teszttel. Ez nagyjából egy nagyon picit talán előrébb jár már most az X-TAB 70-ben, de igazából csak egy nagyon picivel. Már elsőre egy kicsit különbözőnek tűnik a két alkalmazás, ugye az X-TAB 70-en sárga csík van, még az X-TAB 70-én kék színű, illetve a Sense gomb is kicsit másabb. Maga a program az ugyanúgy 2.0-as verzió mind a két tablet esetében. Ami különbség van köztük, ugye az Ice Cream Sandwichnek már másabb a forma terve, illetve a dizájnja, ezért különbözik itt a két program. Eközben egy kicsit megelőzte az X-TAB 70i a régebbi társát, hiszen ez már a 3D-s műveleteknél jár, még éppen a memória, illetve I/O egységeket vizsgálja az X-TAB 70 az Android Gingerbread-del, és már most elkezdte ez is a 2D-t, majd pedig a 3D-t vizsgálni. Ugye mind a két készülék 800x600-as felbontással rendelkezik, tehát itt igazából ugyanazok az eredmények várhatók. Közben már elkészült az X-TAB 70-i, ennek már láthatjuk is az eredményét, ami egészen meglepően 2544 pontot hozott, ami viszonylag elég szép eredmény, ugye itt láthatjátok, hiszen a referencia eredmények egy Samsung Galaxy Tab, egy Galaxy Nexus 5 vagy Nexus S is ez alatt van, illetve itt az X-TAB 70-i. Itt viszont ez meglepő módon nagy a különbség, hiszen itt legalul 1140 ponttal szerepel a X-TAB 70, ami meglehetősen érdekes különbség, hiszen még legalul van, addig az X-TAB 70-i ugyancsak szép eredménye 2544 pontot futott. Itt megnézve kicsit jobban a különbségeket, a processzor az 1542 pontot kapott az X-TAB 70-nél, még az X-TAB 70-nél 1814-et. Memóriában 1418, itt 1735, amiben nagyon sokat fejlődött úgymond az X-TAB 70-i, az az I/O egységek, hiszen a Gingerbread-del még 682 pont járt
a készüléknek, még itt viszont óriási 7490, tehát egy olyan 11-12-szeres növekedés lehet felfedezni. Azonban grafikus részeknél egy kicsit másabb a helyzet. Gingerbread alatt 2D-re 152 pontot kapott, Ice Cream Sandwich-nél 265-öt, tehát itt még jobban áll az X-Tab 70-i, azonban Gingerbread alatt 3D 1908 pontot hozott össze, még az Ice Cream Sandwich-nél csak 1410 pontot, tehát az Android 4.0-val kevesebb pontot kapott a mai 400 GPU, mint Android 2.3-mal. Tehát ez volt végül is a Xtab 70, illetve Xtab 70i összehasonlított benchmark eredményekkel. Ádám voltam, a Mobilix TV-t nézitek, kövessetek minket továbbra is, sziasztok!